Sziasztok! Ebben a videóban arról fogok beszélni, hogyan kell nyomtatáshoz előkészíteni a referenciafotódat, azaz hogyan kell beméretezni, hogy a megfelelő arányban, megfelelő méretben tudjad kinyomtatni. Először nézzük az alapesetet, azaz, hogy hogyan kell beméretezni a képet Word-ben fogok dolgozni, Word-ben fogom megmutatni. Jó? Tehát itt a feladat az, hogy A4-es méretű nyomtatást szeretnél csinálni. Na, először is, ugye, hát kell egy új dokumentum a Word-ben, és amit mindenképpen érdemes megnézni, az a margónak a beállítása. Ez a, hát itt angolul fogom mondani, de majd a magyar fordításokat is oda rakom. Tehát meg kell keresni ott, ahol a margók vannak. Ugye ez angolban ez a margins. És ott különböző lehetőségek vannak. Az egyik lehetőség, hogyha nagyon, tehát hogyha minél jobban ki akarod használni az A4-es méretnek a lehetőségeit, vagy a tartományát, akkor erre a szűk margóra érdemes állítani a dokumentumodat. Ugye itt látszik, hogy ez azt jelenti, hogy a lap szélétől, vagy a lap széléhez képest 1,27 lesz a margó mind a négy irányba, alul, fölül, mind a két oldalon. Tehát ez a egyik lehetőség. Ez mondjuk azért biztonságos, mert a nyomtatóknak is van egy ilyen fizikai határa, hogy a lap legszélére nem tud nyomtatni, ez ilyen fél egy centi. Tehát, hogyha ezt erre a szűk tartományra állítod, akkor az nagy valószínűséggel ki fog jönni minden nyomtatón. Ha ennél is nagyobb méretet akarsz, akkor azt is meg lehet csinálni, akkor az egyedi beállítást kell alkalmazni, mert itt teljesen le tudod venni akár nullára is a margót. Nullára mondjuk nem annyira érdemes, de egy fél centire állítom most, és akkor nagyon sok helyem lesz a dokumentumon belül. Jó? Ugye itt látszik is, hogy a margó egyre kisebb. És innentől igazándiból nagyon egyszerű a dolog. Behúzod a képet, vagy azt a fotót, amit ki akarsz nyomtatni, és beállítod, hogy milyen széles legyen. Tehát itt kell hozzá vonalzó, ha esetleg nincs kinn a Word-be, akkor be kell kapcsolni, és itt látod centiméter beosztásban. Mondjuk azt, hogy én most egy 19 cm széles képet szeretnék ebből készíteni, akkor megfogom a képet, hogyha rákattintok, akkor tudom kicsinyíteni, nagyítani, és itt felül nézem, hogy itt a 19 cm-hez érjen a széle. Jó? Ugye ez most 19x25 lett, természetesen ez a kép formátumától függ. Jó, amit még érdemes nézni, hogy itt alul van egy ilyen nagyítási skála, és hogyha ezt látni szeretnéd, hogy az egész kép hogy néz ki mondjuk az A4-eshez képest, akkor itt leveszem 40%-ra ezt a nagyítást, így már látszik a teljes dokumentum, tehát erre úgy kell nézni, hogy ez egy A4-es lap, és így fog kinézni benne a képed, illetve a nyomtatási kép. Ugye nem muszáj ugyanígy rajzolni, hanem lehet nyugodtan középre rakni a képet. Ha már nyomtatásnál is szeretnéd ezt megcsinálni, akkor egyszerűen itt a margókat, vagy ezeket a állító csúszkákat kell addig csúsztatni, amíg szemre, középre nem kerül. Jó, tehát itt ez egy előkészített kép. Ha kisebbre, nagyobbra szeretnéd rakni, vagy tenni ezt a képet, akkor ahogy az elmutattam, itt lehet húzogatni. Ugye, van néha olyan, hogyha óriás képfájt emelünk be a Word-be, tehát ami nagyon nagy méretű fájt, akkor előfordul olyan, hogy így jelenik meg, tehát hogy nagyobb a képnek a mérete, mint az A4-es dokumentum. Most ezt visszaállítom ide a margókat. Jó? Ilyenkor mit lehet tenni? Hát ilyenkor azt lehet tenni, hogy összébb kell húzni. Ez akkor lehet zavaró, hogyha mondjuk egy nagyobb nagyításon vagy, tehát mondjuk egy ilyen 90-100%-os nagyításon, és akkor így hirtelen, hogy hol fogjam meg ezt a képet. Ezt a sarkát itt, ezt mindig meg lehet fogni. Tehát, hogyha ide viszem az egeret, és itt megjelenik ez a kis nyilacska, akkor onnantól tudom kicsinyíteni, és addig kicsinyítgetem, amíg meg nem látom a kép valódi méretét, aztán
visszanagyítom, és akkor lehet újra beállítani, mondjuk azt, hogy majd egy, a másik méretet nézem, tehát hogy 20 centi legyen a magassága, és akkor kb. 15 centi széles lesz. Jó, tehát ez az alap, így lehet beállítani, és akkor lehet küldeni a nyomtatóra. Amit még szoktunk mi alkalmazni, az a képnek a maximum mérete, tehát amikor azt mondom, hogy én azért nyomtatom ki, hogy minél nagyobban lássam a referencia fotómat, és nem igazán a méretpontosság érdekel, akkor pedig ki kell húzni valamilyen irányban teljes szélességre, tehát itt most kihúztam a maximális szélességre, itt egy pici maradt az alján, mert ez a képaránytól függ. Hogyha hosszúkásabb lenne a kép, akkor ugye itt is kitölteni. Jó, tehát ez az alap, amikor A4-eshez méret, A4-es nyomtatáshoz vagy rajzhoz készíted elő a képet. És akkor nézzük meg azt, hogy nagyításhoz mit kell csinálni. Most nagyításnál ugye azt kell először számolni, hogy mekkora lesz a képed, vagy a festménye, tehát milyen méretre szeretnéd csinálni. No, itt most visszanézítem egy kicsit, hogy itt fogok számolgatni, vagy itt fogom mutatni a számolgatást. Jó, tehát legyen az a feladat, hogy A3-asban szeretnéd ezt kinyomtatni, nem kinyomtatni, megcsinálni. Egy pillanat, itt megnagyítom a betűket, hogy jobban lássátok. Jó, tehát A3-asban. Ugye az A3-asnak a mérete az 42 cm szer, hát ha nagyon pontos akarok lenni, akkor 29,7. Ugye ez a pontos mérete az A4-es, illetve az A3-asnak. Jó. Itt azt kell eldönteni, hogy mennyi szélt hagysz, tehát hogy ezt az A3-as méretet teljesen ki fogod-e tölteni a rajzoddal, vagy hagysz a szélén mondjuk 1-1 centit, hogy majd a passzpartú rátakarjon, vagy a keret rátakarjon. Most legyen a példa kedvéért úgy, hogy 1-1 centit szeretnél hagyni mindenhol a szélén. Az azt jelenti, hogy a képednek a mérete ugye 40 cm szer 27,7 lesz. Ugye így jön ki az, hogy mind a két oldalon lesz 1-1 cm széle. És kétszeresére fogod nagyítani, ugye, mert az fog kiférni az A4-es nyomtatóra. Azaz, az A4-esben a képed, vagy a fotódnak a mérete ennek a felének kell lenni, tehát a végső méret, ez a 40x27,7, ennek a fele kell, hogy legyen, azaz 20 cm szer. Most egy gyors fejszámolás következik, ugye a 27,7-nek a fele az 13,85 egészen pontosan, ha nagyon precízek akarunk lenni, de azért ezt lehet úgy kalkulálni, hogy körülbelül 20x14 cm legyen a képnek a mérete, amiről duplájára fogod nagyítani. Tehát ez a 20x14 az, ami az irányadó lesz, és ezt kell beállítani a Word-ben. És akkor most nézzük meg, hogy itt meg kell nézni mindig azt, hogy melyik az a méret, amit nem léphetsz túl. Tehát például itt ezt a képet, hogyha itt kihúzom 20 centire, ugye itt látom most, hogy az alja az 20 centi, viszont ha itt megnézem, akkor 15 centi a szélessége, tehát ez így nem fog kiférni, hogyha meg akarod tartani ezt az 1 cm szélét üresen. Azaz, itt úgy kell megcsinálni, hogy behúzom a 14 centire, ugye ez a méret, és akkor megnézem, hogy ez 20 centinél ez egy kicsit kisebb lesz, tehát a kép mérete, valós mérete
az ugye ez a 28x37 körül lesz. Jó, tehát a nagyításhoz mindig úgy kell kalkulálni, hogy megnézed, hogy mekkora méretre fogod ezt kinyomtatni, vagy megcsinálni. Mindig kinyomtatni, azt mondom. Tehát mekkora méretű felületre dolgozol, mekkora méretű papírra, mekkora méretű vászonra. Megnézed azt, vagy kiszámolod azt, hogy mennyi szélt akarsz hagyni. Ez ugye papírnál érdekes, hogyha vásznad van, akkor lehet nyugodtan a vászon méretét venni. És ha dupla nagyítás van, akkor ennek a felét kell venni, és ennek megfelelően kell beméretezni itt a Word-ben. Nézzünk meg egy másik példát, hogyha nem A3-asban, hanem mondjuk valami nagyobb méretben szeretnél dolgozni. Tehát mondjuk azt, hogy van egy 50x 70 cm-es vásznad, és erre szeretnél képet készíteni. Ugye itt nem lesz margó, mondjuk ez egy feszített vászon, itt nem lesz margó, nem lesz széle, tehát 25x35 cm kéne lenni a képnek, a kinyomtatott képnek, hogy kétszeresére tudjad nagyítani. Na és itt jön a probléma, ugye, hogy a 25x35 cm az már nagyobb, mint egy A4-es, tehát ezt nem fogod tudni A4-esben kinyomtatni. Ugye ilyenkor két lehetőség van, hogyha A3-as nyomtatóhoz hozzáférsz, akkor ki tudod így nyomtatni 25x35 cm-ben, ha pedig nincsen, akkor más nagyítási arányt lehet választani, tehát lehet például azt, hogy háromszorosára nagyítod. Ugye ez azt jelenti, hogy a méretet itt nem a felére kell, hanem a harmadára kell levenni. Ugye ez azt jelenti, hogy 50 és 70 cm-nek a harmadát kell venni. Ezt most gyorsan ki is számolom. Ugye az 50-nek a harmada az 16,6. A 70-nek a harmada pedig 23,3. Most ennyire precíznek persze nem kell lenni, tehát ezt lehet nyugodtan úgy számolni, hogy 17x24, tehát ez lesz az a méret, amire be kell állítani a Word-ben a fotódat, ugye, és akkor háromszoros nagyítással ki fog férni a vászonra. Itt most, ha megnézzük, akkor ha beállítom a 17-et az egyik irányba, akkor itt ez 22,5, ugye ez azt jelenti, hogy a képet, hogyha 50x70 cm-es vászonra akarod festeni, egy picit majd meg kell nyújtani, vagy fölülre, vagy alulra, tehát még tovább fested a haját, vagy egy kicsit tovább fested lefelé a vállát, a testét itt ezen a részen.